mind a bajnokságban, mind a Hepp-kupában a legjobb 4 közé kerülést tűzte ki célként a 2018-2019-es szezon előtt a Nyíregyháza Blue Sharks vezetése. A kupában egészen a döntőig meneteltek a cápák, ahol végül alul maradtak a Veszprémmel szemben. A bajnoki alapszakaszt a 4. helyen zárt a Siska János együttese, a rájátszásban pedig a BKG Prímaes ellen 2 győzelemmel léptek tovább Búcs Ivánék. A döntőbe jutás már nem sikerült, a párharcban a Veszprém bizonyult jobbnak, a bronzérmet pedig a Mast szerezte meg a sérülésektől tizedelt nyíregyháziakkal szemben. Azt szerettük volna, hogy a tavalyi szezonhoz képest előrébb lépjünk. Ez sikerült, úgy gondolom, hogy reális ez a 4. helyezés. Jó sikerült a felkészülésünk. Szezon elején vártuk azt, hogy melyik posztra tudunk majd légióst hozni. Aztán elhoztuk a kályt, ugye 33-as, 4-es posztra. Voltak jó meccsei, de igazán nem hozta azt, amit szerettünk volna tőle. Aztán hoztuk a Mike-ot, aki egy teljesen más rendszert hozott a játékunkba, és úgy gondolom, ez a januártól kezdve, amit a csapat játszott, az látványos volt, és nagyon sokat fejlődtünk. Tavaly 2 magyar játékos, Tóth Gergő és Bazsó Bruno érkezett a cápákhoz, amelynek szakmai stábjában nem lesz változás. Játékos fronton ezúttal sem várható nagy mozgás. A csapat magja az mindenféleképpen együtt marad. Az érkezettekről, a Tóth Gergő és Bazsó Brunóról azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy mind a ketten aláírtak már a következő szezonra is, és itt lesznek nálunk. De nálunk fog maradni Búcs Iván, Mokánszki Máté és itt Kumarci. Úgy gondolom, hogy a Vaskó Gyurci és a Döme aláírásával sem kell sokat várnunk. Cinger Zoltán szintén közel van a megállapodáshoz, tehát azt hiszem, hogy a csapatnak a magja mindenféleképpen együtt marad. Hogy hogyan tudunk erősíteni, arra szeretnék egy kicsit várni, pontosan azért, mert az A csoportban ugye meghozta a szövetség azt a határozatot, hogy egy magyar játékosnak pályán kell lenni, és éppen ezért a magyar játékosok is egy picit kivárnak, mindenki keresgeti a helyét. Szeretném megnézni, hogy hogyan alakul ez a játékos mozgás, és akkor meglátjuk, hogy hogyan tudunk még erősíteni. Bazsó Bruno gyorsan alapemberré vált a nyíregyházi csapatban. A 3-as, 4-es poszton bevethető kosaras nem sokat gondolkodott a közös folytatáson. Ernőjék már évközben megkerestek, hogy hosszabbítani szeretnének. Az alapból szimpatikus volt, ugye akkor még nagyon más keresés nem volt máshonnan. Úgy gondolom, hogy ez is egy ok volt, és az, hogy tényleg nagyon szimpatikusak az elvárások a jövő évvel kapcsolatban, és az, hogy számítanak rám. A nyíregyházi kosarasok a héten még edzenek, és különböző felméréseken vesznek részt. Mokánszki Máté már csatlakozott a 3x3-as válogatotthoz, Fazekas Csaba és Sitku Márton pedig a jövő héten utazik az U20-as nemzeti csapatedzőtáborába.